Kedves nézőink, a Löbeli kézilabda klub Ajka csapata a Mór csapatát fogadta a hétvégén. Kérem, tekintsék meg a mérkőzésről készült összeállításunkat. Tamás, én szinte minden pillanatát élveztem ennek a mérkőzésnek, amit eddig többször hiányoltunk, az átlövő játék, a szélről induló játék, a beállós játék, nekem minden tetszett ma. Köszönjük szépen a dicséretet. Hát az igazság, hogy most már azért hetek óta egyre jobb formában rendülünk. Az első fél időnek a védekezésén az látszott, és a második fél időben nem annyira, de hát ez talán az első fél idő meg a különbség is hozta magával. Hát ettől féltünk, vagy hát ettől tartottam egy kicsit, hogy ugye az utolsó három meccsen most már tényleg javult a védekezés, ugye kevés gólt kaptunk, arra voltam kíváncsi, hogy ezt hogy sikerül átmenteni a bajnoki szünet hatására, ugye mert egy héten nem játszottunk most a múlt hétvégén. Úgy néz ki, hogy azért sikerült, meg mentalitásban is úgymond folyamatosan fejlődünk, tehát odarakták magukat a srácok. Persze mindig van, aki elégedetlenkedik, meg hát én is, mert ugye azért vagyok edző, hogy a hibákat azért megkeressük és azokat kijavítjuk. Most azt gondolom, hogy az első fél idő az tökéletes, ez közelire sikerült, persze egy, azt mondom, hogy nálunknál most jelenleg gyengébb csapat ellen, de ez mindenképpen NB2-es mezőnyben ez jó teljesítmény volt az első fél idő. Második fél időben, amíg elmentünk 10 gólos előnyig, alig azt gondolom, hogy ez működött, utána ugye cseréltünk is, ott egy kicsit hullámzóvá állt a játék, főként a védekezés, de támadásban is voltak eloldott labdáink. Most azt lehet mondani, hogy tehát azt a 20 percet azt nagyjából a gyakorlásra szántuk. Valami sikerült belőle, tehát születtek belőle szép gólok, valami nem annyira jól működött, ugye a védekezés egy kicsit talán azt gondolom, hogy a keménységében megbomlott, mint ami előtte megvolt, de hát ez nem is az, hogy cserék hibája, a cserék hatására, tehát hogyha ennyi játékosat lecserélünk, akkor az a feszesség vagy az összeszokottság egy kicsit azt gondolom, hogy egy picit megbomlott, meg hát ez a játék stílus, amit a Mór képvisel, azért ez ellen nem azt mondom, hogy nem könnyű. Hát a játékvezetők is ugye hajlamosak így belefeledkezni ebbe a fajta játékba, ami azt jelenti, hogy olyan, ami támadó falra lehet esetleg fújni, abból hetest kap az ellenfél. Most nem azt mondom, hogy ebből alakult ki ez a különbség. Biztos nem könnyű ellenük fújni. Most erős, amit mondok, de tehát évek óta ezt játsszák, számunkra ez nem a kézilabda. Így van, én is ezt gondoltam, hogy mi egy örömjátékot próbáltunk a második fél idő végére, és egy kicsit ilyen keménységbe vagy agresszióba csúszott át a történet. Hát így van, azért mondom, ez most már évek óta így van. Hát ugye a tavalyi meccsnek a hozománya, ugye az őszi itthoni meccsnek egy kéztörés, az otthoni idegenbeli meccsen még egy, tehát most arra próbálunk vigyázni, hogy az a mi védekezésünk keménysége meglegyen, de sportszerűen természetesen, de ahhoz mindenki kellett. Ezt azt gondolom, hogy meg is oldottuk az első fél időben, a másik fél időben kicsit ez gyengébbre sikerült, de persze a padról sem könnyű ugye beszállni egy ilyen, nem is azt mondom, hogy hőfokú, meg színvonalú mérkőzésbe, hanem egy ilyen keménységű mérkőzésbe, amiben ugye sok a ütközés, meg a falt, meg az ellenfél ugye be akarja gyömöszölni a labdát a hatoson belőle, vagy beállóba, vagy akár fejjel betörés, tehát lassan adhatnánk nekik egy bukósisakot is, vagy nem tudom. De tehát azért mondom, hogy mi nem ezt a fajta kézilabdát szeretnénk, vagy szeretjük játszani. Úgyhogy ezt a stílus mi nem szeretünk ezzel találkozni. Van 2-3 ilyen csapat, hál' Istennek túl vagyunk rá a sérülés nélkül. Hova lesz a menet a következő héten, és milyen eredménye számítasz ott? Jövő héten a Pápával játszunk. Hát ők egy játszósabb csapat, tehát ők azért nem ezt a stílus képviselik, mint amit most láttunk. Én azt gondolom, hogy ott, hogyha hasonlóan tudunk védekezni, akkor azt gondolom, hogy ott azért esélyesként még lépünk mindenképpen pályára. Egy hasonló különbség idegenben is elégedett lennék, meg egy javuló játékkal a védekezésre mondom, nincs probléma. Támadó játékba kell még azoknak javulni, akik esetleg most esetleg kevesebbet léptek pályára, de ugye a Pápának is nehéz a sorsolása, megnéztük, tehát most nem is tudom, hol idegenben játszanak, utána az utolsó három meccsük ugye ellenünk játszanak, utána mennek a Veszprémhez, mennek a Füredhez, tehát az nem egy könnyű sorozat nekik se, tehát azt gondolom, hogy hazai pályán, ami az utolsó meccs nekik otthon velünk, ott megpróbálnak belekapaszkodni abba, hogy szerezzenek pontot, hát mi meg ezt próbáljuk megadályozni. Segíte nekünk majd valamit az, hogy évekig azért dolgoztál velük, ismered őket egy kicsit talán jobban, mint bárki más? Azt gondolom, hogy valamennyit segít, hát sokat nem. Tehát azért új edző érkezett, ugye azóta már két edző is volt ott, tehát játékos keretből persze vannak olyan játékosok, akik most is ott szerepelnek, illetve tőlünk, aki itt játszott nálunk ifjúsági csapatnál, a Völgyesi Márk kapus, az idény elején odaigazolt, tehát őt meg mi ismerjük. Úgyhogy nagy meglepetés, azt gondolom, hogy nem lesz. Én azt gondolom, hogy a játék tudás az el fogja dönteni ezt a meccset, remélhetőleg a javunkra.